Horvátország szabadkai konzulátusán a szavazópolgárok 1-2%-a szokta leadni a voksot, azt remélik ezúttal többen jelennek meg a választáson. Azok, akik vasárnapig leadják szavazatukat, a diaszporában élő többi horváttal együtt 3 képviselőt választhatnak a parlamentjükbe. Velimir Pleša elmondta, a 2011-es népszámlálás adatai szerint a szabadkai horvát főkonzulátushoz tartozó térségben csaknem 32 ezer személy vallotta magát horvátnak. Ennek azonban csak kis hányada járul az urnákhoz. Sasvim je sigurno da nekih desetak tisuća Hrvata ima samo na području grada Subotice koji bi mogli glasovati kad su u pitanju izbori. A koliko će ih glasovati? Teško je u ovom trenutku reći, naravno daleko je te brojke o kojoj sad pričamo. Mislim da će se više raditi o stotinama, nikako ne o tisućama. A tavalyi horvát elnökválasztás második körében mintegy 250 szavazatot adtak le Szabadkán. Pa ja smatram da je ovo moja obaveza. Samim tim što sam Hrvatica, smatram da je obavezno da dođem da dam svoj glas listi koja treba da zastupa na neki način mene. I mislim da bi to bila obaveza za svakoga koji je Hrvat, jer jednostavno moramo na neki način biti zastupljeni negdje. Čula sam da jako malo nas izlazi da glasuje i to mi je žao, iskreno ne znam zbog čega ljudi se ne odazovu. Ja to radim od kako se imam dokumente da sam državljanka Republike Hrvatske i mislim da je važno uopšte i za nas ovde Hrvate u Vojvodini, jer ako zna se onda da nas ima ovdje, ako ne glasujemo, znači da nas nema. Velimir Pleša főkonzul szerint a horvát államnak jobban kellene motiválni a polgárait arra, hogy aktív résztvevői legyenek a választásnak.